műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Családokat kellett kimenekíteni a tűzoltóknak Zala megyében az áradás miatt. Több településen körbezárta a víz a házakat. A Zala folyó vízszintje az egész napos eső miatt több mint egy métert emelkedett. Szakadó esőben hordták a homokzsákokat az Zala megyei Porszombaton. 1000 zsákkal próbálták megállítani az árt az önkéntesekkel. 40-45, talán 50 is a helyi lakos, aki önkéntesen itt van és segít ebbe a munkába. Nyilván mindenkinek az érdeke. Hála Isten, mindenki itt van, tehát húsvét ellenére is mindenki kiveszi a részét a munkából. A házfalak mentén végig homokzsákokat raktak, de hiába, a medes patak több épületbe is betört. Mint garázsba, pajtába, mindenhova bemegy a víz. Most már majdnem a konyhában van. Úgyhogy most egy kis rövid idő alatt másodszor. A víz Kerkafalván is több lakótelepet körbezárt, a tűzoltóknak 3 embert kellett kimenekíteni onnan. Az Zala folyó már mindenütt kilépett a medréből, egy nap alatt 1 méternél többet emelkedett, de készültség van a Mura mentén is. A Zala folyóba, illetve a Murába befolyó kisebb patakok duzzadtak meg, soha nem látható módon. Szalapánál is például, vagy Bagotban is olyan kisebb patakok, amelyek okozhatnak gondot. Természetesen készülünk homokzsákokkal, homokkal. Zalaegerszegen is házakat veszélyeztetett az ár. Több helyütt problémánk van. A Zalába befolyó patakok zsilipjeit le kellett zárni, és ezek a patakok visszaduzzadtak. Itt néhány helyen meg kell fontolnunk azt, hogy szivattyúkkal átemeljük a vizet az alába. Egyetlen egy helyen a vizslaároknál elképzelhető, hogy lakott területeket is veszélyeztethet a víz. Tucatnyi útszakaszon kellett sebességkorlátozást elrendelni, és egy összekötő utat is lezártak. Keszthelyen a sok esőt nem tudták elvezetni a csatornák, ezért több utcát is elöntött a víz. A balatonparti városban van Mihalek Sándor, szervusz! Hogyan próbálnak urrá lenni a helyzeten? Szervusz, ahogy mögöttem is láthatják, órák óta dolgoznak a tűzoltók, és átemelő szivattyúkkal próbálják meg a hirtelen felgyülemlett vízmennyiséget átjuttatni a sineken, ugyanis ez okozta a legnagyobb problémát, hiszen a felgyűlt víz a utcákat elöntve egész egyszerűen megbénította a közlekedést, és ahogy láthatják, ilyen átemelő szivattyúkkal juttatják át a sínek másik oldalára a felgyülemlett vizet. Órák óta dolgoznak a tűzoltók, és azt mondták, hogy egészen addig folytatni fogják a munkát, akár sötétedés után is, amíg teljes egészében el nem tüntetik. Nem csak a burkolatról a vizet, hanem bizony az eső elvezető árkokból is, hiszen a másik nagy probléma, hogy a lakóházak is olyan módon veszélybe kerültek itt Keszthelyen, hogy bizony-bizony feltörnek buzgárok a vízelvezetőkből, hiszen ahogy láthatják, a házakhoz tartozó vízelvezetők teljes egészében megteltek esővízzel, csapadékkal, és bizony ezt is még ki kell szivattyúzniuk majd a tűzoltóknak, és erre a következő órákban sort fognak keríteni, de egyébként csak nem egy órája vagyunk itt a helyszínen, azóta azt mondhatom, hogy sokat javult a helyzet, és szerencsére az elmúlt 1-1,5 órában Zala megye 1000 részén nem esett csapadék, nagyon-nagyon hideg van, de ennek ellenére hatalmas segítség az, hogy egyelőre nem érkezett csapadék utánpótlás, tehát az árvízi védekezésben, illetőleg a helyreállítási munkákban résztvevők így egy kicsit tudnak dolgozni, és javul a helyzet, legalábbis itt Keszthelyen, szóval a stúdiójé. Van közvetlen veszélyben esetleg családi ház, tehát kellett kitelepíteni valakiket? Bocsánat, megismételnéd a kérdést? Kellett-e kitelepíteni? A tűzoltókkal beszéltem, azt mondták, hogy egyelőre a helyzetet tudták kezelni, a úgymond visszafolyásokat pedig oly módon kezelték, hogy ahogy mondtam, folyamatosan dolgoznak azok a szivattyúk, amelyek átemelik a csapadékot, és azokon a helyeken kezdték el szivattyúzni a vizet, ahol a legkritikusabb volt, így egyelőre senkinek nem kellett elhagyni az otthonát. Mihalek Sándor, köszönjük! Délelőtt a Kapos folyó mentén volt a legkritikusabb a helyzet, a lakóházakat és kerteket homokzsákokkal védték. A térségben több mint 40 mm eső esett egy nap alatt. Emiatt emelkedett belvízzel elöntött területek nagysága is egy nap alatt csak nem 30 000 hektárral.
Szombat este óta folyamatosan töltötték a homokzsákokat a Tolna megyei Döbrökközön. A szabadnapos tűzoltókat is behívták, nyúlgátat építettek. Reggelre sem javult a helyzet. A gáton több helyen átbukott a víz, az alacsonyabb területeket már elöntötte, a házakat is homokzsákokkal védik. Nálunk itt azért itt csak a kárt aljába szokott bejönni, de itt a másik, ott lejjebb van a talajszint, és akkor ott az egész udvart elöntötte. Nálunk csak itt a kártba szokott bejönni egy kicsit, itt a háznál se talajvíz nem volt, semmi nem volt. Nem messze Döbrököztől Csikóstöttősön is hiába mennek folyamatosan a szivattyúk. A szakadó eső miatt a Kapos vízszintje délelőtt óránként 5-6 cm emelkedett. Dombóvárnál pedig átszakadt a töltés, szántóföldeket öntött el a víz. Majdnem 1000 kilométeren kell védekezni az országban. Tolnában, Baranyában és Zala megyében volt a legkritikusabb a helyzet. Az a két vízréteg az már teljesen összeért, a felső és a talajvíz is, hogyha ezzel a traktorral rámennénk a földre, akkor körülbelül idáig süllyenne, és ez képtelenség volna elmunkálni. Az Alföldön már a szántóföldek harmadán áll a belvíz. A gazdálkodók nemhogy gépekkel, de sok esetben még gyalog sem tudják megközelíteni a földjeiket. Pedig a tavaszi mezőgazdasági munkákat már egy hónapja el kellett volna kezdeni. Pont egy hónappal, mert tavaly ilyenkor már a napraforgó földbe volt, és most még sajnos a talaj előkészítése lett elvégezve, sőt, még a tápanyag pótlása a földnek se történt meg, hiszen a gabonáknak február végén, március elején a műtrágyát kiszoktuk szórni, és nagyon-nagyon kevés gazdálkodó tudta kiszórni, hiszen egy-két nap áll csak a rendelkezésre, tehát nagyon-nagyon nagy a csúszás, és hogyha ez így marad, akkor komoly problémák lesznek. Egy nap alatt majdnem 30 ezer hektárral nőtt az elöntött területek nagysága, már 121 ezer hektár van víz alatt. Dombóváron is körülbelül 100 családot érint a belvíz, a településen ugyanis több utcában is megteltek a vízelvezető árkok. A hatóságok szerint nincs veszélyhelyzet, egyelőre senkit nem kell kiköltöztetni. A belvizet szivattyúkkal vezetik át a Kapos folyóba. Az esőzések miatt löszfal omlott egy lakóházra a Tolna megyei Szakályban. A több köbméter föld beszakította az épület tetejét. A házból egy nőt szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba. Nem csak a Dunántúlon, az ország keleti felében is gondot okozott a víz. Ipolytarnócon több száz homokzsákkal kezdték meg a védekezést, az alpolgármester pedig harmadfokú készültséget rendelt el a településen. Óránként 5-6 cm emelkedett a folyó, a patakok vízszintje pedig 20 cm. A helyi önkormányzat válságstábot állított fel, de a kitelepítéseket csak akkor kezdik el, ha az Ipoly folyó kilép a medréből. Akiknek nincs hová menniük, azokat egy iskolában szállásolják el. Bartos Boglárka kollégánkat kapcsoljuk most ismét Nógrád megyéből. Szervusz! Két órája Litkéről jelentkeztél, ott ugye több problémával is küzdöttek egyszerre, hiszen a homokzsákolás mellett egy idősebb nénit ki kellett telepíteni, illetve a traktorok is elakadtak, amelyeken a homokzsákokat szállították. Javult-e ott a helyzet, mikor eljöttél? Szervusz, jó esőt kívánok! Igen, szerencsére ott javult a helyzet, olyannyira, hogy egy órával ezelőtt a homokzsákolást is abba hagyták a helyi lakosok, illetve az önkéntesek. Ez pedig a természetnek köszönhető részben, ugyanis elállt az esőzés, és nem csak itt a településen, hanem a hegyekben is olyan jelentős lehűlés kezdődött, ami a onnan lefolydogáló csapadékot annyira lehűtötte, hogy így a csapadék mennyisége is jelentősen csökkent. A traktort is kihúzták azóta már az árokból, és munkagépekkel jelenleg az árkokat is annyira próbálják megtisztítani, hogy az esetlegesen lefolyó víz el tudjon folyni a vízelvezető árkokban. Úgyhogy mi át is jöttünk Ipolytarnócra, ahol azonban még jelenleg is harmadfokú a készültség. A részletekről Angyal Tibor urat kérdezem, aki a megyei katasztrófavédelem helyi kirendeltség vezetője. Mit is jelent ez a harmadfokú készültség? Most jelenleg milyen magas az Ipoly vízállása, és mikor tetőzhet itt Ipolytarnócon? Jó estét kívánok! A legmagasabb vízállás, amit 18 órakor mutatott a vízmérce, az 367 cm volt. Ez azt jelentette, hogy előző órához képest 7 cm emelkedett, és folyamatosan várható még az Ipolynak a vízszint emelkedése. A kollégáim bent a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletén folyamatosan nyomon követik a szlovákiai vízállás adatokat, és a tőlük kapott tájékoztatás alapján intenzív emelkedés várható továbbra is az Ipolyon. Ez azt jelenti, hogy a harmadfokú készültség az folyamatban van, érvényben van. A szükséges védekezéseket a katasztrófavédelem, illetve a település önkormányzata megtette. Ez azt jelentette, hogy 600 darab homokzsákot helyeztünk el,
körülbelül 3 köbméter homokot helyeztünk el, 2 utcát érint, a Dankó utat, ahol jelenleg tartózkodunk, itt egy lakás van mindig veszélyeztetve, illetve a Rákóczi úton további 6 ingatlan. Egy hónappal ezelőtt volt szintén egy árvíz, akkor el lett helyezve 1400 homokzsák, körülbelül 8 köbméter homokkal. Azoknak a védelmi vonalaknak a megerősítése történt most a újabb 600 homokzsáknak az elhelyezésével. A lakók biztonságban vannak-e, vagy számítani kell arra, hogy őket is a mai napon ki kell telepíteni otthonaikból? A lakók természetesen biztonságban vannak, mi felügyeljük a területet, a kollégáimmal itt vagyunk kint, amennyiben szükség lesz arra, hogy a lakókat kitelepítsük, mint egy hónappal ezelőtt, akkor természetesen ezt meg fogjuk tenni. A lakóknak az elhelyezését, aki tud, az a rokonoknál helyezkedik el, illetve a önkormányzat biztosított egy szükségszállást, ahol már a délelőtt folyamán be lett fűtve, hogy megfelelő hőmérséklet legyen. Mire kell számítani itt az itt élőknek a következő órákban vagy holnap? Hát valószínűleg az lesz, mint egy hónappal ezelőtt, az azt jelenti, ahol most mi állunk, itt körülbelül nekünk, ahogy állunk, derék magasságú lesz a vízszint, ezt az utcát el fogja lepni a víz, illetve majd a Rákóczi úton fog szintén egy olyan 20-30 cm magas víz jelentkezni. Az ingatlanokat olyan mértékben nem veszélyezteti, hogy bemenne a lakásokba, ezek ugye homokzsákkal meg vannak akadályozva, hanem csak az utcán lesz víz. Azt hogy kérdezem meg, hogy abban a pillanatban, amikor ide kijönt az Ipoly, és itt elárasztja ezt a területet, körülbelül mennyi idő van, amíg ez a környező utcákba és házakhoz elér a víz? Tehát pár perc alatt kell gyorsan intézkedni, vagy van azért valamennyi idejük a lakóknak is elhagyni esetleg az otthonukat, vagy az értékeiket magasra pakolni? Ez természetesen nem percek alatt fog bekövetkezni, ehhez több, akár még óra, két óra is szükséges, de nekünk van egy nagy helyzeti előnyünk. Mint említettem, a szlovák vízállás adatokat folyamatosan figyeljük. A szlovákiai legközelebbi vízmérce az Kalondánál van, és Kalondához képest körülbelül 2 óra késésben vagyunk. Úgyhogy amennyiben Kalondánál eléri azt a vízszint magasságot, ami nekünk problémát jelent, onnét ugye 2 óránk van arra, hogy nyugodtan, kényelmesen megtegyünk mindent, de már megtettük. Nagyon szépen köszönöm. Tehát a következő 1-2 óra a várakozás időszakait Ipoly Tarnócon, a szó most ismét Budapesté. Bartos Boglárka, köszönjük. A vonalban Pécsi Norbert, a Magyar Közútkezelő szóvivője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Délután ugye beszámoltunk róla, 13 útszakaszt kellett lezárni a vízátfolyások miatt. Azóta javult vagy rosszabbodott a helyzet? Folyamatosan zárunk le, illetve szabadítunk is fel utakat. Jelenleg 14 olyan alsóbrendű út van, amelyen teljes pályás útlezárást kellett bevezetnünk az ár, illetve a belvíz miatt. A legtöbb lezárás egyébként Vas megyében van, itt 10 mellékutunk van víz alatt, illetve van egy Veszprém megyében, 2 Gyurmoson-Sopron megyében és egy Zala megyében. Országosan mire számítsanak az autósok? A vízátfolyások mellett vannak-e egyéb veszélyforrások, amire ugye a húsvétkor ma sokan úton vannak, figyelniük kell? A mai nap folyamán, főleg a nyugati ország részben ismét havazott, szerencsére ez újabb fennakadásokat vagy forgalomkorlátozásokat nem eredményezett. Ugyanakkor a vízátfolyások kapcsán szeretnénk felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy mindenképpen tartsák be a korlátozó, illetve a sebesség korlátozó táblák jelzéseit, mivel mai nap folyamán is több olyan baleset volt, ami vízátfolyásokhoz volt kapcsolható. Fenyegeti az a veszély, hogy a vízátfolyások az időhűlésével visszafagynak? Az előrejelzések alapján a következő napokban mondanak a még jelentősebb lehűlést is. Bízunk benne, hogy azért ez a víztömeg nem tud olyan könnyen megfagyni. Pécsi Norbert, köszönjük!